pedagógusok sztrájkbizottsága 2016. február 13-án szombaton szervezett egy nagy demonstrációt. Több tízezren voltak az utcán. Itt nem csak a pedagógusok érdekeiért mentünk utcára, hanem elsősorban a gyerekekért, a közoktatás átalakításáért. Hihetetlenül fontos, hogy vannak olyan sztrájkbizottsági követeléseink, amelyek arról szólnak, hogy a közoktatás rendszerét strukturálisan is át kellene alakítani, de vannak ennek olyan elemei, amelyekkel azonnal foglalkoznunk kellene. Például megemlítem itt a gyerekek túlterheltségét. A reggeltől egészségi iskolában a gyerek hazamegy, még akkor otthon tanulnia kell. Mindenképpen szükséges hozzányúlni a NAT-hoz, szükséges hozzányúlni azokhoz a választható tankönyvekhez, amelyek segíthetnék ezt a fajta munkáját a gyerekeknek. És hát természetesen a közoktatás különböző problémáihoz is mindenképpen hozzá kell szólnunk, hozzá kell nyúlnunk. Ezekről szólnak a mostani tárgyalásaink.